some questions. Itt állunk a Lipóti Pékség és a Rozmár között egy ételdoboznál. Mellettem Szita Róbert és Kupi Andrea családsegítőtől. Andrea, nemrég beszélgettünk veled a kabátok kapcsán, most egy újabb szuper kezdeményezést miatt beszélünk. Honnan jött ez az ötlet? Egy önkéntes keresett meg engem az intézményben. Adorjánné Németh Viktóriának hívják. Ő más városok példáján látva gondolta arra, hogy Ajkán is jó lenne egy ételdobozt elhelyezni, és én örültem a kezdeményezésnek, és úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen támogatni kell. A kezdeményezésben, ha jól tudom, Szita Róbert segített nektek. Robi, Andrea keresett meg téged, vagy honnan hallottál erről? Én az önkormányzat részéről Katonáné Katalinon keresztül értesültem, ő keresett meg bennünket, hogy tudja, hogy igazából fémszekrényeket és több ilyen fémterméket forgalmaz, hogy jártunk, több ilyen kihelyezésünk volt már, és én úgy gondoltam, hogy ennek a megkeresésre eleget teszünk, a testvéremmel együtt, ajkaiak vagyunk, szegénysorból származunk mi is, és gondoltuk, hogy ezen kedvezélet kezdeményezésnek mindenféleképpen eleget fogunk tenni, és így a mi általunk forgalmazott doboz került ide ki. Kik hozhatnak, illetve kik vihetnek ebből a dobozból? Hozni gondolom bárki hozhat, de ki vihet? Hát bárki vihet, aki rászorulónak érzi magát, aki úgy érzi, hogy nem tudja megvásárolni azt az élelmiszert magának, amire szüksége van, vagy a gyerekének, és akkor ide jön, és ebből a dobozból elveheti. Milyen élelmiszereket vártok ebbe a dobozba? Elsősorban tartós élelmiszereket várunk, mivel nem hűtött dobozról van szó, tehát olyanokat, ami nem romlandó. Tehát nem szabad otthon főzött, megmaradt élelmiszert bedobozolni és idehozni, illetve olyan felvágottakat, ami romlandó tejtermékeket, tehát ügyelni kell arra, hogy a fertőzés veszélyt elkerüljük. Kik álltak még ez mellé a kezdeményezés mellé? Nagyon sok önkéntes mellénk állt, és én örülök neki, hogy a városban ezek az önkéntes mozgalmak, a civil szerveződések elindulnak, mert hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy felpezsdüljön az élet, hogy egymást segítsék a helyi lakosok. Tehát intézményi keretek között egy ilyen doboz működtetése nem igazán tartozik a profilunkba, de azokat az önkénteseket segítjük, akik ebben úgy érzik, hogy aktivitást szeretnének vállalni.